Péntek óta az MKOS edzőcsarnokban készül a következő két meccsére a női kosárlabda válogatott. Nemzeti csapatunk jelenleg 1-1-es mérleggel áll az Európa bajnoki selejtező sorozat C csoportjában. Székely Norbert szövetségi kapitány szerint a román válogatott ellen nagy esélye van a csapatnak, de fegyelmezett játékkal a spanyolokat is meg tudják verni a lányok. Elárulta azt is, mi lehet a sikernek a kulcsa. Az, hogy 40 percig tudjunk koncentrálni, ez nyilván a spanyolok ellen is nagyon fontos lesz. Fontos lesz az, hogy tudjunk labdákat szerezni és könnyű kosarakat dobni, minél többet. El tudjunk menni a gyűrűig ezáltal. A felállt játékban szeretném azt, hogyha sokat használnánk a belső területeket, és tudnánk befelé passzokat adni. Úgyhogy nagyjából ezek, nyilván készülünk egy csomó olyan sémával, ami az elmúlt években már bent volt a csapatnak a játékában, és olyannal is, ami esetleg még nem. Úgyhogy a meglepetés is biztos vagyok benne, hogy érni fogja mind a spanyol, mind a román válogatottat. A csapatnak néhány napja van, hogy összeszokjon, hogy a lányok begyakorolják a meccsek nyeréséhez szükséges játékot. Szerintem a legtöbb játékos nagyon jó formában érkezett, azért mindenkiben van egy minimális fáradtság, hiszen majdnem mindenki heti két mérkőzést játszott az elmúlt időszakban, de szerintem ez egy teljesen más dolog, hiszen azért itt a válogatottban egy hatalmas megtiszteltetés játszani, és szerintem ilyenkor mindenki az energiatartalékokat mozgósítja, ami benne van. Próbálunk keményen edzeni most is, de azért nyilván máshogy kell, hiszen tényleg fáradtan érkeztünk ide. Az új összetételű csapatban U20-as játékosok is szerepet kapnak. Dubei Debora, a válogatott újdonsült csapatkapitánya, mindkét meccsen a maximumot várja a játékosoktól. Most nincs időnk arra, hogy fellélegezzünk és pihenjünk, hátradőljünk, hiszen a tét azért az nagy. A románok ellen mindenféleképpen győzelmet várok el a csapattól, és minél nagyobb arányú győzelmet, hiszen nem tudjuk még, hogy hogyan fog alakulni ez a csoport. A spanyolok ellen kicsit nehezebb dolgunk lesz, hiszen egy teljesen más válogatottról beszélünk, sokkal komolyabb játékerőt képviselnek, régebb óta együtt vannak, ugye a spanyol kosárlabda mindig is azért jó élen járt és jó helyen tartott, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért még így is ott is lehet győzni. A spanyol válogatottal egy évvel ezelőtt játszottak már a lányok, akkor 4 ponttal veszítettek, most mindenképp nyerni szeretnének. Csütörtökön Temesváron Románia ellen játszik a női válogatott, vasárnap pedig Huelvában Spanyolország ellen lépnek pályára a lányok.